Nagy szeretettel és izgalommal köszöntök mindenkit. Egy nagyon izgalmas téma van előttünk, a Naini ifjú története. Lukács Evangélium a 7. fejezetének 11. versétől olvasom Isten igéjét, ami így hangzik. Nem sokkal ezután egy Nain nevű városban ment tanítványaival és nagy sokaság követte. Amikor pedig a város kapujához közeledett, egy halottat hoztak ki egyetlen fiát az anyának. Aki özvegyasszony volt, és a városból nagy sokaság kísérte. Amikor az úr meglátta, megszánta, és azt mondta, ne sírj. Oda ment, megérintette a koporsót, az azt hordozók pedig megálltak. Ő pedig így szólt, ifjú, neked mondom, kelj fel. Ekkor a halott felült, és beszélni kezdett. Jézus pedig átadta őt az anyjának. Félelem fogott el mindenkit, és dicsőítették Isten. Ezt mondták, nagy prófét a támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét, és elterjedt felőle ez a hír egész judában és mindenütt a környéken. Imádkozzunk! Köszönöm, Úr Jézus, azt, hogy neked nincs lehetetlen. Köszönjük azt, hogy Te az életnek és a halálnak az Ura vagy. Amen. Nem régen olvastam egy ö, ö, olyan ö, viccet, mi remélem nem fog senkit sem megbotránkoztatni, de úgy gondoltam, hogy, hogy egy, ennél a történetnél elmondom. Az volt a kérdés, hogy mit szeretnél, hogyha te temetéseden elhangozna, mi az a mondat. És az volt a vízben a szöveg, hogy én azt szeretném, hogy a temetésemen azt hangozná, hogy nézd, ez mozog. Na hát ezt miért mondom én? Mert gyakorlatilag ennek a temetésnek is ez lett az eredménye, hogy elkezdett mozogni egy olyan ember, egy olyan, akit, akire azt mondták, hogy meghalt. Názárethez közel van ez a Nain nevezetű kisváros, és Názárethez körülbelül olyan kilenc kilométerre van, és tudjuk azt, hogy Jézus Krisztust is úgy hívták, hogy a Názáreti. Nem tudom, hogy ismerte ezt az özvegyasszonyt, úgy, mint, mint mi emberek ismerjük egymást, benne van a pakliba, de azt tudjuk, hogy mint Isten fia, Ismerhette, és nem is hogy ismerhette, hanem ismerte és tudott róla. Azt olvassuk róla, hogy egyetlen egy fia volt, aki, aki gyászolt, már az, hogy özvegy volt, ez azt jelentette, hogy egy kilátástalan helyzetbe került, mert amikor meghalt abban az időben valakinek a férje, akkor az az özvegyi állapot, amiben be volt, az azt jelentette, hogy ha nem, nem éltek már a szülei, nem voltak olyan rokonai, akik magukhoz fogadták volna, akkor kilátástalan helyzetbe került. Gyakorlatilag koldulni kényszerült egy ilyen asszony, vagy hogyha olyan helyzetbe került, akkor a testét kellett odaadnia, hogy egyáltalán betevő falata lehessen neki meg a gyerekének. Amikor meg egy ilyen nőnek meghal, az egyetlen gyereke, akkor meg a reménysége hal meg. Szóval egy olyan helyzetbe kerül, hogy, hogy azt látja, hogy, hogy, nem, hogy most nagyon rossz helyzetbe vagyok, hanem még jövőm sincs, még reménységem sincs, hogy valami megváltozzon az én életemben. Mikor látta a gyerekét, hogy gondolom, hogy megbetegedett, és egyre rosszabban van volt, akkor nagyon-nagyon félhetett, nagyon rossz lehetett neki. De gyakorlatilag, amikor meg meghalt, akkor általában a, a hőmérséklet miatt még, még aznap eltemették a halottaikat az emberek ott Izraelbe. És hát elintézi ez az özvegyasszony ezt a temetést. Akkor ö, ö, ilyenkor sok esetben majd az egész ö, város, aki együtt érez vele, az ö, elment egy ilyen temetésre, elkísérte a gyereknek, gyereket az utolsó útjára, és akkor ö, mindenki ott szomorkodhatott, hogy milyen rossz lehet ennek az asszonynak, hát gyakorlatilag ö, az életének ö, egy, egy nagyon fontos szakasza lezárult és nagyon sokan szomorkodhattak felőle. É, amikor ezen gondolkodtam, az jutott eszembe, hogy, hogy ennek az asszonynak, ahogyan meghalt a bizalma a férjével egyet, együtt, és meghalt a reménysége. Mennyi ember él közöttünk, akinek egy olyan helyzetbe kerül az élete, hogy mindenféle jövőkép összeomlik, nem tudja, mit hoz a holnap, és semmi bizalma nincs, nem, nem, tud, nem tud a jövő felé bizalommal tekinteni, és elveszítette az állását. És én találkoztam olyan emberekkel, akik diplomás emberek, és mégis az utcára kényszerültek egy-egy krízis, egy-egy nem várt esemény miatt. Vajon mi is, mint az a tömeg, követjük az ilyen embereket, és szomorkodunk, vagy akarunk-e valamit tenni ezekért az emberekért? valamit akarunk segíteni ezeken az embereken. Mondhatnánk, nem a mi dolgunk, de én úgy gondolom, hogy, hogy azért adott Isten nekünk szívet, hogy ha, indít, akkor, akkor jó lenne, ha tudnánk segíteni. Az olyan emberek felé, akik, akik nem tudom az, hogy saját hibájukból, vagy saját rossz döntéseikből kerültek az utcára, vagy vagy esetleg ö, ö, nem saját ö, ö, rossz döntéseik miatt, teljesen mindegy. Vajon, vajon ö, mi hogy nézzük ezeket az embereket? Azért ö, gondolkodtam ez, ezen el, mert mostanában gondolk, a, a, az jutott eszembe, hogy ö, akár én is egyik pillanatról másikra is kerületek egy ilyen helyzetbe. Hagyja meg az Isten, hogy, hogy ne kemény szívvel nézzük ezeket az embereket. Aztán az is érdekes, hogy pont arra jár Jézus. Egy nagy tömeg követi a tanítványa és egy nagy tömeg. Jön ki Naimból egy nagy tömeg ezzel az asszonyjal, mennek a temetőbe. És általában, amikor két tömeg találkozik, akkor általában valami szokott történni. Hát tudjuk azt, hogy most, a, amikor volt a meccs a napokban, ez a spanyol-olasz meccs, akkor, akkor az Andrássy úton is találkozott a két tömeg, és láthatjuk, hogy milyen eredményei, milyen kárai lettek. De amikor egy gyászoló tömeggel találkozik, egy, más, egy újongó tömeg, akkor általában elcsendesedik az, a, az újongó öröm, örömködő tömeg részvételt nyilvánít, mert intelligens emberek vagyunk, és nem akarunk másoknak kárt okozni, nem akarunk, nem akarunk másoknak szomorúságot okozni, és úgy elcsendesedünk. Akkor mi, mi volt itt mégis egy furcsa dolog? Az, hogy nem az történik, ami a bevett szokás. Mert hát általában ilyenkor elcsendesedik az ember, és tovább megy, és akkor utána, hogy rá is ül, a hangulatára ez a gyász. De azzal, hogy Jézus vezeti ezt a tömeget, és találkoznak, nem, nem az történik utólag, azt már megláthatjuk, hogy nem, nem a gyász lesz úrrá az életen, hanem az élet hat a gyászra, az élet hat a halára. Ez egy nagyon érdekes gondolat. Amikor az Úr Jézus oda megy, és és meglátja ezt az asszonyt, sírni, akkor úgy megrendül. Mert Jézusnak van szíve, és, és ő neki nem közömbös, hogy hogy érzi ez az asszony magát, hanem, hanem akar neki segítséget adni, akar neki megoldást adni. Ahogy a te életedben is lehetnek olyan tragédiák, lehetnek olyan gyászok, lehetnek olyan olyan krízisek, amik, amikkel lehet, hogy mindenki úgy széttárja a kezét, hogy nem tudok mit kezdeni vele, de olyan jó, hogy az Úr Jézus egyrészt együtt érez, és akar valamit ő, tenni a te életedben. És, és azt mondja, hogy ne sírj. Mi, miért mondja ennek az asszonynak, hogy ne sírj? Végülis a gyásznak egy nagyon fontos része az, hogy, hogy együtt érzünk, ez az, ha, ha, mással van, ha másról van szó, de ahhoz, ahhoz hogy fel tud dolgozni a, a, te gyászodat, a te fájdalmadat, ahhoz szükség van arra, hogy elkezd sírni is. Vannak olyan emberek, akik hadakoznak ez ellen, és már 20-30 éve nem is tudtak sírni, mert megkeményíti a szívet az az állapot, hogyha eltemetjük magunkba ezeket a fájdalmakat. De a sírás az egy fontos része a gyásznak. Akkor miért mondja Jézus ennek az asszonynak, hogy ne sírj. Azért, mert ő tudja, hogy mit fog hozni a következő pillanat, mit, hoz, mit fog hozni a jövő. Ő nem csak azt látja, hogy mi a mostani helyzeted, hanem azt is látja, hogy mit fog hozni a jövőd. Mi, mi lesz a következő lépés, mi lesz veled. Ez egy fontos igazság. Ez egy fontos dolog, hogy, hogy, amikor Jézus mond valamit, akkor nem tönkre akar tenni, hanem valamire fel akar készíteni. Szóval ennek az asszonynak azt mondja, hogy ne sírj. És, és hogyha az mi életünkben is, ha hittel elfogadjuk, amit az Úr Jézus mond, ha megragadjuk az ő szavát, akkor mindig mi járunk jól. És mindig arra kell rájönni, hogy ő neki van igaza, -e, és nem nekünk. Mert Jézus a mi reménységünk. Aztán megérinti a koporsót. Megérinti az Úr Jézus a koporsót, hát ezt ne úgy, ne, ne úgy képzeljük ezt a koporsót, mint nálunk egy koporsót, hanem ez gyakorlatilag egy olyan olyan alkalmatosság volt, ami, amit úgy vittek. Nem és amin, amin, feküdt a, a holtást, és, és, amikor megérinti az Úr Jézus ezt a, ezt a koporsót, akkor megállnak a vivői. Milyen érdekes az, amikor az Úr Jézus is megérint. Megérint az ő szavával, megérint a, a, az igéjével, akkor megállsz, és elgondolkodtatni akar téged is. Szeretné az, hogy megálljál, és átgondold az életedet. Itt is ez volt, hogy megérinti a koporsót, és megállnak az emberek. Vajon te is a lótás rohanásodban meg szoktál elállni, elszoktál gondolkozni az Isten igényén, amikor megérint az ő szava. És, és amikor megszólítja ezt a halott fiút, megszólítja, hogy, és azt mondja, hogy ifjú, neked mondom, kelj fel! milyen érdekes az, hogy Jézus Krisztus szavára fel kell a halott. Mert Jézusnak van hatalma a halál felett. Van hatalma a reménytelenség felett. Van hatalma az olyan dolgok felett, amire azt mondjuk, hogy lehetetlen. Az Úr Jézusnak van hatalma é, megváltoztatni, életre kelteni, még, még a, azt a, azt a halott eseményt is, amiben vagy. Azt, a, azt a, az állapotot, amiben vagy. Emlékszem arra, hogy az én életemben is voltak olyan időszakok, amikor teljesen reménytelennek gondoltam az életemet, nagyon magam alatt voltam, és járkáltam Szegeden a városba, a Dugonics térre, eljutottam még, még amikor. Az életemben volt egy olyan esemény, ami, ami nagyon levert, nagyon elszomorított, összevesztem a barátnőmmel, és, és amikor ott volt egy keresztény rockzenekar, így, akik nem is voltak magyarok, svédek voltak, mentek volna Horvátországba nyaralni, ez, ez 94-ben volt, és, és tolmácson keresztül azt mondta az énekes, hogy aki ma összeveszett a barátnőjével, a végén jöjjön ide, mert Isten nagyon szereti. Hát az, ez, a, ez, a, mondat, ez megfordította az életemet. És akkor rádöbbentem, hogy Isten, ő látja az én állapotomat. És, és, milyen érdekes, amikor elkezdtem olvasni a Bibliát, ott is, amikor olvastam, akkor egy új életet adott. Szeretné a te életedben is, hogy amikor megszólít az igéjével, amikor hozzád szól, akkor egy új életet szeretné adni neked is. Aztán <kül> É, gondolkozom azon, hogy milyen lehetett annak az embernek, aki bennmaradt naimba, mondjuk elment a boltba, ha volt, volt olyan, és akkor látja, hogy megy ki egy, egy gyászoló tömeg. Aztán megveszi, amit akar, jön ki a boltból, látja, hogy újongó tömeg van. Hát az előbbi gyászoló tömeg a gyá, gyászruhába, most visszajönnek gyászruhába, de újonganak. Gondolhatta ez az ember, hogy hát ezek nem normálisak. De, hogyha valaki átéli az Isten csodáját, és semmiféle változás nem történik az életébe, az nem normális. Az nem normális. Ha átéled azt, hogy, hogy az Istennek van hatalma a halál felett, hogy a halottat életre kelti, az, hogy ad neked egy új életet, ad egy, egy új életcélt, ad neked reménységet, és ez nincs kihatása az érzelmeidre, nincs kihatása az életed minden egyes területére, az nem lenne normális dolog. Mert hogyha megszólít az Isten az ő igényén keresztül, és ad neked reménységet, ad neked hitet, ad neked új életet, ad neked bizalmat, akkor igenis, hogy az életed minden egyes területére kihatással van. Ez olyan, mint amikor beledobsz egy kis kavicsot a, a vízbe, és elkezd fodrodozódni a víz. Szépen egyre távolabb mennek a hullámok. Az ugyanez van, hogyha Isten belenyúl az életedbe, akkor szépen a szívedet megváltoztatja, és akkor szépen kifele hat az ő munkája és az életed minden egyes területére változást hoz. És de gondolkoztam azon is, hogy, hogy az Isten újat ad, egy új, új, új reménységet, új örömet ennek az asszonynak, akik látták azoknak is, de vannak olyan dolgok, amik feleslegessé válnak, hogyha berobban az élet az, a, az, életünkbe. Vannak, mint például ott van az a koporsó. Gondolkozom, hogy mit lehetett, mit csináltak azzal a koporsóval. Mert ennek addig volt funkciója, míg, míg, vitték ki a gyereket, utána meg mit csinálhattak azzal a koporsóval. Te emlékszem, hogy annak idején, amikor még én nem Tértem meg, nem fogadtam el az Úr Jézus nekem, voltak olyan pósztereim, amik nagyon drágák voltak, voltak olyan kazettáim, még kazettáim, meg lemezeim, amik nagyon drágák voltak, Ö, olyan együttesektől, amik, amikért én oda voltam, és mint bálványok én, én tekintettem rájuk, mint valami bálványokra, nagyon szerettem, de amikor megtértem, bejött az, az új élet a, a szívembe, akkor azok a drága pószterek, meg drága kazetták hirtelen értéküket vesztették. Mikor bejön az életedbe az élet, megfordul az é a gondolkodásod, megváltozik az életed, hirtelen hát, értéktelenné válik az, ami, amit addig nagyon-nagyon tiszteltél, nagyon imádtál, és, és Krisztust kezded imádni, és őt kezded Mindenek felett ö, ö, szeretni. És ö, még a, az, azt is látom, hogy hogy a, a gyászoló tömegből örömteli tömeg lett, hogy a, az élet hatott a gyászra. Ugyanakkor az, az is érdekes, hogy. De ez az öröm, amit az Isten ad, ebben van egyfajta ö, félelem is, hogy. Hoppá, hogyha az Isten tényleg létezik, és Isten tényleg ő, ő, vissza tudja adni a halott fiútnak az életét, akkor, ő, akkor mi van az én életemmel? Mi van az én, én életemmel? Mi van az én ő, bűneimmel? Mi, vannak, mi van azokkal a dolgokkal, amikre én nem vagyok büszke? Mi van velem? Mert amikor Péter is, Jézus Krisztusnak az egyik apostola, Péter apostol, még annak idején ott volt Jézussal a, a csónakba, és Jézus azt mondta: Vesd ki a hálódat, kivetette, és, és akkor nagyon-nagyon sok hal lett a hálóba, előtte pedig egész éjszaka próbáltak halat fogni, de nem jött össze, nappal meg nem is lehet a tóba. Ő halászni, mert nem jönnek oda a halak, és akkor meg tömeg, egy hal tömeget kerítettek be. Akkor rádöbben, hogy nem akár ki van a csónakban, és azt mondja Jézusnak, hogy távozz tőlem, mert bűnös ember vagyok. Mikor rádöbben hogy Jézus nem csak egy elmúlt ö, régi tanító, hanem valóságosan az Isten fia, valóságosan ő az, akire vársz, ő neki van hatalma a halálon és az életen, és meg kell előtte állni, és most megszólít téged, akkor, akkor ott van bennünk, hogy Istenem, bocsáss meg. Bocsáss meg a bűneimet, odaadom az életemet, és szeretném, hogy jöjj az életembe. Köszönöm, hogy meghaltál, éltem a kereszten, és gyere be kérlek az életembe. Adja meg az Úr, hogy téged is szólítson meg az Úr. És adjon egy ilyen pálfordulást, egy ilyen fordulást az életedbe. Azért imádkozok. Úr Jézus, köszönöm, hogy a te szabad életet ad, életet adott ennek a naini ifjúnak, életet adott egy új életet ennek az asszonynak. Köszönöm azt, hogy szembesíti a te szabad a tömegeket. Köszönöm, hogy nem a gyász hat és a, és a szomorúsága az életre, hanem az élet hat a gyászra és a szomorúságra, és köszönöm, hogy te egy új életet akarsz adni. Kérlek, szólíts meg minket, és kérlek, változtass meg az életünket. Adj kérlek hitet. Amen. Isten áldjon meg bennünket.